Nem kell ezután Pécsre, Debrecenbe vagy Budapestre utazniuk őssejt átültetésre a vérképzőszervi daganatos betegségben szenvedő betegeknek. A Szegedi Tudományegyetem 2. számú belgyógyászati klinikáján megnyitották a délalföldi régió első őssejt laborját. 2 hónap alatt már 15 betegnél végeztek csontvelő átültetést. A módszer reménysugárt jelent, hiszen a másmódon nem gyógyíthatók 50-60%-a nyerheti vissza egészségét az őssejtterápiával. Tavaly májusban a Szegedi Tudományegyetem 2. számú belgyógyászati klinikáján adták át az ország 4. autológ őssejtransplantációs részlegét. Felvételeink ezen az osztályon készültek, ahova csak azért mehettünk be, mert forgatásunk idején a részlegen nem kezeltek beteget. A beavatkozás jellege miatt a sterilitás mindennél fontosabb, ezért még az egészségügyi dolgozók és orvosok is csak körültekintően, védőruhában meghatározott protokoll szerint léphetnek be az osztályra. Az őssejtre az jellemző, hogy önmagát mindig megsokszorozza, és közben érett sejteket is képez. Tehát kétféle funkciót lát el, ő maga szaporodik, és még belőle érett végsejtek lesznek. Ha most a vérképzésről beszélünk, akkor egy őssejtből lesz vörös vérsejt, ami ugye az oxigénszállításért felelős, lesz belőle vérlemezke, amely a vér alvadásban fontos, és lesznek belőle fehér vérsejtek, amelyek viszont azért fontosak, hogy le tudjuk győzni a fertőzéseket. Ebben a régióban eddig nem volt csontvelő transzplantációs részleg, és ezeknek a betegeknek a transzplantációs ellátása korábban Budapesten, Pécsen, illetve a debreceni centrumban történt. A budapesti központban történik saját őssejt visszaadással járó beavatkozás, tehát autológ, és más donortól, a donor lehet testvér vagy idegen, történő őssejt visszaadás. Debrecenben, Pécset és most már Szegeden autológ átültetés történik, tehát a beteg a saját őssejtjeit kapja vissza a beavatkozás során, amelyet bizonyos speciális eljárással az ő véréből gyűjtöttünk, és ezek után lefagyasztottuk. Magyarországon a nyirokszervi daganatos betegségek száma évről évre növekszik. Egy-egy esztendőben 1500-2000 páciensnél mutatják ki a tüneteket. A daganatos betegségek gyakoribbá válása részben az életmóddal, részben az orvosi diagnosztikával magyarázható, ez utóbbi ugyanis sokkal pontosabb, mint amilyen 20-25 évvel ezelőtt volt. Bennünk naponta, mindannyiunkban, önben is, bennem is, több ezer daganatos sejt képződik egy nap alatt. Hogy mégis kinek lesz daganata vagy nem lesz, az attól függ, hogy ezzel a több ezer daganatos sejttel hogy tud elbánni az illető szervezete, tehát az egészséges immunrendszere. A rosszindulatú hematológiai betegségek, akut leukémiák, non-Hodgkin limfómák, Hodgkin-kór előfordulása gyakoribbá vált az utóbbi években. Ez a beavatkozás olyan betegségekben jön szóba, amely betegségek a hagyományos, eddig ismert módszerekkel nem gyógyíthatók meg teljesen, vagy kiújultak az előtte alkalmazott kezelésre. A részlegen úgynevezett autológ őssejtransplantációt végeznek. Ez azt jelenti, hogy a beteg a korábban levett őssejtjeit kapja vissza. Ennél a beavatkozásnál nagyságrendekkel kisebb a kockázat, mintha más személy őssejtjeivel kezelnék a pácienst. Nem történik semmiféle immunológiai reakció a szervezet és a beadott sejtek között, hiszen ők ugyanabból az emberből származóak, tehát ezért az saját őssejttel történő átültetés az egy viszonylag igen kicsi kockázatokkal járó beavatkozás. Azt mondjuk általában, hogy a saját őssejt átültetést, amelyről itt most részleteiben beszéltünk, 65 éves életkorig nyugodtan el lehet végezni. Természetesen vannak 67 éves betegeink is, mert nem a születési dátum számít, hanem azt számít, hogy valaki biológiailag milyen állapotban van az e körül életkorában. Őssejt visszaadás előtt
egy úgynevezett nagy dózisú kemoterápiás kezelést kap megfelelő protokoll szerint a beteg, majd ezt követő napon történik a korábban legyűjtött csontvelői őssejteknek a visszaadása. Ez a kemoterápia arra való, hogy a benne még megbúvó, megmaradt rosszindulatú sejteket elpusztítsa, de ez a kemoterápia elpusztítaná a jó vérképző sejteket is, el is pusztítja. Azonban mi elmenekítettük az ő saját jó sejtjeit, elbújtattuk a hűtőszekrénybe, és amikor a kemoterápián a beteg átesett, akkor ezeket a sejteket elővesszük, ezek nem találkoztak ugye ezekkel a gyógyszerekkel, visszaadjuk a betegnek, és ezek a sejtek fogják a betegnek a saját vérképzését és immunrendszerét újból felépíteni. A kezelés elején levett ősejteket ebben a laborban mélyfagyasztott állapotban tárolják. A gyógykezelés során egy infúziószerű oldatban adják be ezeket a kemoterápiás kezelésen átesett lábadozó betegnek. Ezután 2-3 hetet töltenek a páciensek a steril részlegben, ez idő alatt hozzátartozóikkal is csak telefonon tartatják a kapcsolatot. Tavaly 15 betegnél alkalmazták az eljárást. A kezeléssel a betegek legalább 50-60%-a meggyógyítható. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ősejttranszplantáció más daganatos betegségeknél is sikeres terápia lenne. Nem ad abban a betegségcsoportban és általában a daganatokban, most gondoljon a daganatok alatt az hörgőrákra, vagy a prostatarákra, vagy a vastagbélrákra, gyomorrákra és az előbb említett emlődaganatokra, hogy csak a leggyakoribbakat mondja. Ez az eljárás ott nem ad akkora előnyt a hagyományos kezeléshez képest, mint amekkora a hatékonysága a vérképző szervi bajokban, tehát nyirok-sejtes daganatokban, fehérvérűségekben. Az autológ ősejttranszplantációs részleg kialakítása több mint 100 millió forintba került. A költségeket részben a Szegedi Tudományegyetem, részben gyógyszercégek támogatásából fedezték, a műszerek beszerzését pedig pályázati források is segítették. Bár amikor életmentő beavatkozásokról van szó, akkor a költségekről beszélni nem illdomos. Az osztály átadásával ezután egy szegedi vagy éppenséggel gyulai betegnek nem kell több száz kilométert utaznia a kezelésért. Ezeknek a betegeknek az ősejt átültetést követő ellenőrzése során, ha bármiféle szövődményük jelentkezik az otthonukban, nevezetesen egy fertőzés, akkor nem mindegy, hogy fél-egy óra alatt éri el azt az intézetet, amelyben őt kezelték korábban, és most is hatékonyan tudják kezelni, vagy orvosházáról valahogyan el kell jutnia például Pécsre. Az idő pedig ezekben az esetekben is sorsdöntő. Az ősejttranszplantáció nem csodaszer, de reményt ad a gyógyulásra, de legalábbis arra, hogy a betegre még további hosszú, tünetmentes évek várhatnak.